akiket az idő igazol. Stabil cégek Székelyföldön a 90-es évek óta. Bemutatkozik a Szilveszter üzletlánc. Akiket az idő igazol, mai vendége nem más, mint Kis Tünde, a Szilveszter üzletlánca cégvezetője, tulajdonosa, és egy kicsit arról beszélgetünk, hogy Keresztúr első üzletláncáról milyen fontos információkat kell tudni. Szép jó napot kívánok! Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat, nézőket, mert ha jól tudom, ezt látni is lehet, nem csak hallani. Igen, én a Székely-Keresztúri Szilveszter üzletlánc kereskedelmi igazgatója vagyok most már 10. éve, úgyhogy ez is jubilál, nem csak a cégünk, ami ugye 30 éves lesz, amiről fogunk beszélni. Igen, hát a kezdetek, ez a 70-es években kezdődött a történet, amikor a szüleim már akkor a régi fogyasztói szövetkezetben, tehát a kereskedelemben dolgoztak. Ilyen ősi eredete van a cégünknek. Mi szinte beleszülettünk, belenőttünk a cégbe, ugye? Mert a szüleink mellett sok mindent megtanultunk, és azóta is tanulunk tőlük, és elsősorban nekik szeretnék tisztelegni és köszönetet mondani mindazért, amit nekünk a két kezünkkel összeraktak, mert az öcsém is ugye a vállalkozásban dolgozott, és így mi ketten tényleg nagyon jó tanító mestereket kaptunk a szüleink nevében, és nagy tisztelettel és köszönettel tartozom nekik, és nem elegendő ez a szó, hogy elmondjam, hogy mennyit tanultam tőlük, meg milyen nagy érték teremtettek. Ami nekünk az óriási feladatunk, hogy ezt tovább vigyük, mert ez sem egy könnyű feladat. Hogyha jól tudom, akkor a Szilveszter üzletlánc az 1992-ben alakult, igen, hivatalosan, igen, meg, és kereskedelem élelmiszerrel foglalkozik. Igen. 92-ben kicsit utazzunk vissza az időben, ugye említette, hogy a szülei voltak azok, akik elindították a vállalkozást. Mi volt az, ami életre hívta, hogy elinduljon egy ilyen jellegű vállalkozás Székely-Keresztúron elsőként, rendszerváltás után? Igen, igen, igen. Hát itt a szüleim leleményessége volt az első nagyon fontos tényező a rendszerváltás után. Ugye változtak a dolgok, jöttek a lehetőségek, csak éppen élni kellett vele, és fel kellett ismerni a helyzetet. Mivel édesanyám akkor is a régi szövetkezetben, tehát a kereskedelemben dolgozott, akkor innen jött az ötlet, hogy igenis felkarolni és tovább vinni most már egy másik rendszerbe ezt a történetet, és nagyon jól sikerült, szerintem nagyon jól döntöttek. Édesapám is átváltott az eredeti szakmáról erre a területre, és akkor onnan indult a Szilveszter üzletlánc története tulajdonképpen. Hogyha visszagondol arra, hogy mondta, hogy már 10 éve, hogy ön átvette ezt az üzletláncot, változott-e az iparág 92-től, vagy adott esetben 2012-től, hogyha így számolunk? Igen, igen, nagyon sokat változott a törvénykezés, a rendszer állandóan, és tulajdonképpen azóta is csak fokozódik az itt Romániában, hogy egyáltalán nem vállalkozó barátok a törvények. Tehát szerintem ezt minden vállalkozó tudja, hogy egyre több a kihívás, meg egyre több a nehéz helyzet, a törvények szabta probléma, amit meg kell oldani. Már ha törvényesen akarunk működni, mi meg teljesen úgy működünk, és ezt javasolom mindenkinek, a kezdő vállalkozóknak is. Úgyhogy ugye nagyon sokat változott a környezet, különböző válságok, ugye infláció, rendszerváltás után nyomban infláció, meg pénzügyi válság, most meg ugye nemrég volt ez a pandémiás időszak, most meg egy újabb válságban vagyunk, tehát szinte válságok sorozatában kellett túlélni, ami nem volt könnyű feladat, de itt ismét a szüleimnek köszönet, mert ők tudtak helytállni, és ők mindig feltalálták magukat, és ez az óriási probléma megoldása, készségük, amit nagyon remélem, hogy meg tudok tőlük tanulni. Úgy érzem, hogy haladok ebben az ügyben. Nem könnyű tényleg megmaradni a mai világban. Itt említette, hogy voltak különböző nehézségek, viszont gondolom, hogy a hitvallás, a Szilveszter üzletlánc értékei, azok nem változtak. Melyek ezek, hogyha ezeket kellene felsorolnia? Hát egy nagyon jó rendszerben dolgozunk, a rendszeresség nagyon fontos a rendszeresség, és az, hogy ésszerűen dolgozunk, meg én nagyon kiemelném még most is a mai bonyolult világban az egyszerűséget. Hogy az egyszerűségre törekszünk átlátható rendszerben, és ugyanezt kérjük a kollégáktól, a munkatársaktól is,
hogy betartassuk a rendszert, és abban éljünk, szabályokat betartva, és a lehető legegyszerűbben és átláthatóbban működjünk. Talán ez is egy titok, hogyha ilyen, így visszatekintünk az elmúlt esztendőkre. Itt a változásokról már beszéltünk, és különböző gazdasági válságokat is felsorolt. Ezekből mennyire volt nehéz adott esetben kilábalni, vagy ezeken túllendülni? Említette, hogy a szüleinek a talpra esettsége volt az, ami folyamatosan segítette azt, hogy a szilveszter üzletlánc mindenféle fajta hullámon keresztül jusson. Igen, igen, itt a kitartás tényleg, a titok az, hogy kitartottunk egymás mellett. Nagyon komolyan családban gondolkozunk a mai napig, itt a szüleim, a testvérem meg én, és most már a fiam is a vállalkozásban dolgozik, aki 23 éves, és nagyon ügyesen beleilleszkedett. Tehát a nagybetűs családban gondolkozunk nap mint nap, és ez segített mindent túlélni. Néha vannak surlódások, problémák, de mindig a megoldásra törekszünk, és még idáig mindig meg is találtuk a megoldást. Tehát akkor három generáció már. Igen, úgy néz ki, igen, hogy már a harmadik generáció is bent van a cégben, igen. Ez azt jelenti, hogy akkor tényleg a család összetartása is nagyon fontos, hogyha a jövőben gondolkodunk, de hogyha a sikerekről kérdezem önöket, akkor mik voltak azok a sikerek, amik a mai napig örömmel töltik el adott esetben az ön, a szülei, vagy nagy Isten a fia, a lelkét, ha visszagondol a szilveszter üzletlánc múltjára? Hát a sikerek mindenképpen a fejlődés számomra egyenlő a fejlődéssel, és ez, hogy maradandót alkotni, ami megmarad a következő generáció számára, ebben a szüleimtől tanulva ugyanígy gondolkozom én is tiszta szívből. Én úgy gondolom, hogy Székely Keresztúr gazdasági fejlődésében részt tudtunk vállalni. Az üzleteinkkel terjeszkedtünk nagyon jól, tehát ez is a fejlődés része. A másik most már az, hogy a cégcsoportunk az most már ugye a vendéglátásban is szépen fejlődött, amit a testvérem, tehát az öcsém intéz nagyon-nagyon szép sikerrel, úgyhogy innen gratulálok neki, meg a szüleimnek szintén köszönet azokért a projektekért is, mert szintén ők a gerince annak a projektnek is, ugyanúgy, mint a szilveszter üzletláncnak, a vendéglátásban is ők adták a hátteret, amit szívből köszönünk, és remélem, hogy meg tudunk felelni az elvárásaiknak, meg a színvonalat tudjuk tartani, és minőségi munkát tudunk nap mint nap kiadni a kezünkből, ami azt jelenti, hogy minőségi életet biztosítani úgy a cégben dolgozóknak, mint a családjaiknak, és ezt úgy a vállalkozás szintjén is, szerintem a minőség az, amit úgy kiemelnék, nagyon fontos. És ahogy mondtam már, tehát alkotni valamit, ami maradandó. Sétáló tereket, sétáló utcákat tudtunk kialakítani, rendezvényparkot, az üzleteink felújított formában díszítik a várost. További terveink vannak, új negyedben új projektet szeretnénk, Székely Keresztúr új negyedében, ahogy már előzőleg is mondtam, új munkapontokat szeretnénk nyitani. Tehát én úgy gondolom, hogy így a siker titka az, hogy fejlődjünk és alkossunk maradandót, ha röviden így összefoglalhatom. Annyira pozitív, ahogy beszél meg mesél, és annyira jó érzés, hogy folyton a szülők az, akihez visszakerülünk a beszélgetés során. Kudarcokról ebben a pozitív életszemléletben beszélhetünk-e? Hát én egy nagyon pozitív ember vagyok, hála jó Istennek, mert én voltam mélypontokban az életem során, de abból is le tudtam vonni a tanulságot, és ki tudtam jönni belőle tanulságokkal, ugye? Dolgoztam Bukarestben, az életem úgy alakult, hogy 5 évig ott voltam egy nagy vállalat tulajdonosa és vezérigazgatója, ami bankbiztonság technikát jelent. Ott azért is hálás vagyok, hogy az megtörtént velem, mert nagyon sok olyan ember vett körül, ahonnan tudtam tanulni. Hogyha kudarcról beszélünk, az kudarcként éltem meg, amikor jött a 2007-es pénzügyi válság, és ugye a bankszektor akkor nem volt egy menő terület. Én mivel abban dolgoztam, így az a vállalkozás kudarcba fulladt, de viszont a pozitív része ennek az, hogy akkor döntenem kellett, és jól döntöttem, és így kerültem aztán a szilveszter üzletláncba, tehát visszakerültem a családhoz, amire nagyon büszke vagyok. Az, ha nem történik meg, lehet mai napig Bukarestben vagyok, és nem tudok ilyen szépen beszélni a családomról, meg nem tudok így
benne lenni a családi vállalkozásba, ami szerintem veszteség lett volna. Úgyhogy mondom, hogy a kudarcot csak így érinteném, hogy jó irányba terelte az életemet. Azt hiszem, hogy a kudarcok mindig egy siker felé vezetnek, és igen. Ez a példa is azt mutatja, igen, hogy a kudarcból is sikert lehet kovácsolni. Igen, azt kell mindig figyelembe venni, ezt javasolom a következő generációnak is, hogy ne ragadjunk le ilyen kudarcoknál, problémáknál, mert csupa probléma megoldásból áll az élet. És ha így állunk neki, hogy igenis az egy feladat, meg kell oldani, akkor egyenesen a fejlődésünket szolgálja. És szerintem nagyon-nagyon jó irányt tud venni az életünk, hogyha tanulságokat levonva a fejlődés irányába mozdítjuk magunkat, illetve a vállalkozásunkat. Említette a fiatal generációt, akkor milyen tanácsra szolgálna adott esetben egy olyan kezdő vállalkozónak, aki hallgat minket, és azon gondolkodik, hogy ilyen régóta fent van egy üzletlánc Székelykeresztúron, még csak nem is Székelyudvar, hanem egy sokkal kisebb városban, és megvan, és rengeteg embernek munkát ad. Milyen tervekkel, milyen vágyakkal, milyen elképzelésekkel szaladjon neki, hogy ő is ennyire sikeres tudjon lenni a piacon? Mindenképpen kellenek tervek, vágyak, álmok. Ez az első. Ez, ha nincs, akkor nincs minek ugye neki szaladni. Utána meg az új generációnak, a fiatal vállalkozóknak mindenképpen azt javasolnám, hogy tanuljanak nagyon sokat. Tehát ezt semmiképp nem kell kihagyni. Tehát tanulni kell. Lehet tanulni ugye egyetemeken, iskolákba, de lehet tanulni az idősebbektől, vállalkozóktól, akár hogyha vállalkozásban, lehet mindenféle képzésekre eljárni. Úgyhogy ezt mindenképpen javaslom, ezt nem érdemes kikerülni, mert hanem akkor a sok hibából kell tanuljunk, ami esetleg egy vállalkozásban elég sok pénzbe is kerülhet. Tehát ajánlom nekik, hogy előre azért próbáljanak tudakolózni, felkészülni, tapasztalatokat gyűjteni, érdeklődni, kérdezősködni, mert az sosem szégyen. Még ez alkalommal elmondanám, hogy sok éve mi vizsgáztatjuk a Székelykeresztúron a kereskedelmi osztály, tehát a gyakorlati munkákat, gyakorlati feladatokat nálunk töltik a praktikai időszakot, és mindig június nálunk az üzletek szintjén történnek meg a vizsgák, úgyhogy ott is nagyon sok ügyes fiatal van, aki így marad is a kereskedelemben, és néhány nálunk is dolgozik, aminek nagyon örülünk, úgyhogy így látjuk fejlődni napról napra a kis fiatalokat. A generációváltást már említettük, és azt is mondtuk, hogy három generáció is már benne dolgozik. Igen. A Szilveszter üzletláncba. Egy kicsit beszéljünk a generációváltásról. Voltak-e nehézségei? Ugye mindig visszatérünk a szüleihez, és akkor már nevezzük őket nevüken, Szilveszter Gergely és Szilveszter Lina, ugye ők voltak, igen, a cégalapítók. Mi hozta a generációváltást, vagy mi volt az a fontos elhatározás, hogy na most már itt az idő, és átadjuk a gyerekeknek azt, amit elindítottunk? Igen, nálunk ez a generációváltás, ami egy tudomány, nem olyan könnyű dolog, ezt nagyon jól tudjuk, nem lehet félváról venni, ez folyamatban van. Mert itt szeretném elmondani szintén nagy tisztelettel és köszönettel, hogy a szüleim mai napig a vállalkozásban dolgoznak, habár nyugdíjasok, de mégis a központi raktárunkban helyt állnak nap, mint nap. Remélem, hogy örömükre teszik, mert nekem ez nagyon nagy támasz. Mert ahogy már korábban is említettem, hiába vannak tervek, egyedül nem vagyunk elegendőek. Tehát a nagy tervekhez, a nagy megvalósításokhoz társak kellenek. És mi lenne a legjobb, mint a család, ugye? Tehát a legjobb társ, a legjobb környezet az a család tud lenni, és nekem adott ez, úgyhogy ezért is hálás vagyok. Említettem, hogy engem Bukarestből haza vezényelt ugye a gazdasági pénzügyi válság, aminek így utólag örülök, és akkor én miért menjek egy más céghez dolgozni, miért álljak be máshova dolgozni, hisz itt volt nekem a családi vállalkozás, és én ezt felismertem, hál' Istennek jól döntöttem, és a szüleim is örültek, és így kerültem vissza a céghez, mert valamikor korábban még gyerekként besegítettem a cégbe, de hivatalosan így kerültem vissza a céghez. És akkor ez így azóta is, most már 10. éve működik fokozatosan, tehát veszem át a céget, és gondolom szüleim örömére, de ők azok, akik még mindig ott vannak, és ez nekem nagyon jó. És ez a fokozatosság, ezt tudnám javasolni, ahol megengedhető, és van erre idő, mert így lehet igazán átadni egy ilyen sikertörténetet tulajdonképpen. Kapkodva ezt nem lehet csinálni. És ugye az én gyerekem, a fiam, aki 23 éves, ő is belekerült a cégbe, mert kedvet
kapott rá, és akkor úgy engedtük bele tanulni fokozatosan szépen. Ő most a rendszergazda a cégben, nagyon jól csinálja, tehát ő felügyeli a programokat, meg mindenféle rendszer, de azon kívül bármilyen posztot tud helyettesíteni, nagyon ügyesen engedem, hogy beletanuljon, és én nekem úgy látom, hogy ez neki működik, és hasznára fog válni. Úgy érzem, hogy a jó példa ragadós, tehát az önfia is felismerte, hogy a családi vállalkozásnak mekkora ereje van, és említette az öccsét, és azt is, hogy ő az étterem részét Igen. viszi. Erről mit kell tudni? Igen, az öcsém az ipari üzletei is vannak, és az éttermekkel foglalkozik. Most bővítette a tevékenységét, így épült a rendezvénypark Székelykeresztúr végében. Gondolom, hogy elég nagy ahhoz, hogy észrevehető legyen, és ezúton is gratulálok neki szeretettel, és sok sikert kívánok. Így bővítettük a cégcsoport tevékenységét. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy szükség volt erre a rendezvény sátorra és rendezvényparkra, mert abban a zónában... Ami gyönyörű. Köszönjük szépen. Ebben a székelykeresztúri zónában nem volt. Úgyhogy remélem, hogy nagyon jól fog működni. Ők nagyon jól csinálnak, mellé állnak feleségével közösen. Ott is már a kisgyerekek is besegítenek, habár ők kicsik, de tetszik. De pincérként már lehet látni igen, őket. Igen. Úgyhogy tetszik nekik is a szakma, és én úgy látom, hogy ők is szépen bele fognak tanulni. Úgyhogy gratulálok innen is még egyszer nekik. Technológiai újításokról beszélünk. Hogyha jól tudom, akkor 7 munkapontja van jelen pillanatban a Szilveszter üzletláncnak, viszont 2 még kialakítás alatt van, és azt is tudom, hogy körülbelül 100 embernek adnak a munkát. Hogyha adott esetben a technológiai újításokról kell beszéljünk ilyen téren, akkor mit lehet elmondani? 10 évvel ezelőtt szintén elsőként kezdtünk el egy olyan rendszerben dolgozni ott Székelykeresztúron, amire nem volt példa, tehát ezt a bárkódos rendszert szintén elsőként vezettük be, így ez egy fejlődés jelentett az üzletláncon belül, mert ugye egyben látjuk az adatbázist, tehát össze tudunk dolgozni, tudunk kommunikálni. Ez most már persze megszokott, de 10 évvel ezelőtt nagyon újszerű dolog volt. Most is terv alatt van bizonyos fejlesztési projekt, amiről úgy még nem tudok beszélni, mert fejlesztés alatt van, de mindenképpen szeretnénk élni a technika adotta lehetőségekkel, hogy könnyítsük a napi munkánkat. Robottechnika, stb. Már annyira készenlétben van, hogy hamarosan lehet, hogy használni is tudjuk. A csapatról mit kell tudni? Azért rengeteg embernek adnak önök munkát, és ezzel együtt megélhetést is Székelykeresztúron. Nagyon jó csapattal dolgozom, kiemelten néhány emberrel, aki tényleg szorosan hozzám tartozik. Ők segítenek nap, mint nap a munkámban. Mindenképpen nagyon fontos itt is a képzés, az emberek képzése, meg kiemelése, meg fejlesztése, mert a mai fejlődő, változó világban lemaradunk, hogyha nem képezzük magunkat, ahogy korábban is említettem, ha nem tanulunk, akkor lemaradunk. Tehát ezen dolgozunk most, hogy képzéseket tartunk a cégben lévő embereknek, aminek már is megvan az eredménye, úgyhogy büszke vagyok rájuk. Innen is üdvözlöm őket, és köszönöm nekik, hogy kitartanak mellettem. Hogyha az elmúlt évtizedekre visszatekintenek, akkor milyen tanulságokat lehet levonni a Szilveszter üzletlánc életéből? Hát én azt mondom, hogy a kitartó munka meghozza az eredményét, és ez, hogy... tényleg két kézzel oda kell állni, és sokszor reggeltől estig dolgozni, ettől nem kell visszariadni, mert egy családon belül, egy magáncégben ez nem idegen terület, ugye. Ennek meg is van az eredménye, persze ide kitartás kell, meg elszántság, hogy ezt csinálni tudjuk. De ugye munka után édes a pihenés elmélettel, ez nálunk működik. Úgyhogy hogy a siker titka itt van elásva, hogy tényleg fáradtságot nem ismerve tesszük a dolgunkat, és akkor így az eredmény sem marad el. Ilyenkor mindig eszembe jut, hogy sokan arra vágynak, hogy cégvezetők legyenek és cégtulajdonosok, csak azt felejtik el, hogy a cégtulajdonosi pozíció az nem 8 órás munkát igényel, igen, hanem 24 órás munkát. Erről beszéltem, ezt említettem, igen, ezt nagyon sokan nem tudják, nem is tudnak belegondolni, hogy miből lesz egy sikertörténet, hanem csak úgy kívülről szemlélik, hogy jaj, de jó, és milyen jó nekik. De hát igen, van nehéz része is a történetnek, de törekednünk kell arra, hogy a jó dolgokat is megéljük, meg tudjunk örülni, meg tudjunk leülni, meg tudjuk élvezni a sikereinket,
persze mindig észnél kell lenni, hogy, hogy azért kordába tartsuk a dolgokat. Nem tudunk olyan nagyon hátra dőlni. De viszont ez a sikertörténet gondolom folytatódni fog, hogyha a jövőről érdeklődnék, hogyan látják az elkövetkező 10-15-20 évben a szilveszter üzletláncot? Nagyon bátor dolog a mai világban ilyen hosszúra tervezni, habár tudom, hogy tervezni kell, és kellenek ilyen mindenféle üzleti tervek, de mai, a mai változó világban ez elég nagy feladat. Én úgy mondanám, hogy a változások korát éljük, én nem is emlékszem, hogy valaha ilyen gyötrelmes változásokon ment volna át az emberiség, mint ami most van, meg ilyen labilis helyzetben. Én mindenképpen szeretném fejleszteni az üzletláncot, ahogy már említettem, újabb munkapontokat szeretnénk nyitani, vannak nagyobb projektjeink is, amin dolgozunk, ami nem egyik napról a másikra megy. Tehát én a következő generációra gondolva remélem, hogy működtetni fogják a céget, remélem, hogy ugyanilyen rendülettel, szeretettel, odaadással és fáradtságot nem ismerve fogják csinálni, és akkor a sikertörténet folytatódni fog. Adott esetben felvetődik a kérdés, hogy Székelykeresztúrt ki tudja-e nőni a szilveszter üzletlánc, vagy tervezik-e kinőni Székelykeresztúrt? Igen, minden székely udvarhelyről is kaptunk már, két helyről is felkérés, hogy üzletet nyissunk, új negyedek épülnek itt is, tehát kaptunk onnan lehetőséget. Igen, lenne anyagi tőkénk megengedni. Én azért nem akartam tovább lépni, mert én annyit utaztam, én annyit jártam Bukarestbe, hogy nem szerettem volna újra ezt átélni, hogy állandóan utazni egyik munkaponttól a másikig. Ezért azt mondtuk, hogy ami van, az a terület, azt tartsuk rendbe, azt tudjuk felügyelni, azt tudjuk kontrollálni, és inkább arra figyeljünk fokozottan, mint hogy szétszórjuk az energiánkat. Ezért egy picit így lestoppoltuk, hogy más városokba menjünk. Még amit kiemelnék, hogy a szilveszter üzletlánc hitelek és uniós projektek nélkül építette így fel magát, tehát ez a mai világban szintén értékelendő, mert lehet, hogy hosszabb időbe telik, de valósan a szüleim kétkezi munkája, és utána a miénkkel kiegészítve ebből vált valóra a történet. Még esetleg így búcsúzás előtt van-e valami olyan fontos információ a szilveszter üzletlánccal kapcsolatosan, vagy úgy egyáltalán visszamenőleg az évekre visszatekintve, vagy a jövőbe tekintve, amiről nem beszéltünk, vagy esetleg egy végső üzenet, amivel elköszönünk? Mindenképpen azt ki szeretném emelni, hogy mi, mint a szilveszter üzletlánc, a helyi termelőket, az őstermelőket nagyon nagy szeretettel támogatjuk. Tehát ezt tudni kell rólunk ott a zónában, hogy sok éven át, tehát beszállítóként őket első helyre tesszük. Friss zöldség, gyümölcs szempontjából, meg a helyi tejtermelők, mindenki a prioritást élvezi nálunk. Én ezt szerintem megint egy jó példának mondanám a következő generáció vállalkozóinak, hogy segítsük egymást. Tehát ne konkuráljunk egymással, hanem segítsük egymást. Én ezt mondanám üzenetként is, hogy van egy nagyon jó konkurencia, akitől tanulni lehet, és így kell felfogni. Habár nehéz ugye a lépést tartani, de mindenképp a konkurens céget úgy kell felfogni, hogy mit tanulunk tőle, mit tudunk együtt jól csinálni. És én ebben látom a korrekt, becsületes megoldást a jövőre nézve. És az sem elhanyagolandó, hogy a családi vállalkozás mennyire fontos. Mert hát ugye a szilveszter üzletlánc múltjára, jelenére és jövőre tekintve lehet látni, hogy három generáció milyen szépen tud együtt dolgozni, és milyen sikereket tud elérni. Arról nem beszélve, hogy milyen szépen tud bővülni egy élelmiszerrel foglalkozó üzletlánc adott esetben a vendéglátás, az ipar területén is. Én nagyon szépen köszönöm, és azt kívánom az elkövetkező évekre, hogy ugyanilyen lendülettel, ugyanilyen pozitivitással, és természetesen minél több családtag bevonásával tudják fenntartani a szilveszter üzletláncot Székelykeresztúron. Én is nagyon szépen köszönöm, és még egyszer elmondanám, hogy a nagy tervekhez társak kellenek, és nekem van családom, amiért innen is még egyszer köszönetet mondok, és mindennél értékesebb a család, és ennek örüljünk, és segítsük egymást, még a konfliktusok, a surlódások ellenére is szeressük egymást. Én is köszönöm szépen. Az imént bemutatkozott vállalkozást is az idő igazolja. A műsort a Médiatér készítette.